Na sziasztok, én Alexiuk, és ma, kérem szégyen, be fogom mutatni az új ládát a szíveklovon. Mint ugye tudjátok, ez már több live-ba is elhangzott, több videóba is megemlítettem, posztokba is megemlítettem, hogy igen, lesz egy új Harris láda, azért, mert a mostani, hát gyenge elsősorban, másodjára meg igazából annyi, hogy a voterládát ki szeretnénk venni, illetve a tarantládát is, mert az úgymond egy voter, csak egy nagyobb változata, és ezeket úgymond belerakjuk a Harrisbe, mindjárt meglátjátok, hogy hogy. Szóval ugye úgy volt megígérve, hogy vasárnap fog kikerülni ez az új láda, ezt sajnos nem tudtam megcsinálni, mert nem volt rá időm normálisan megcsinálni, még bugokat mondjuk tesztelni, hogy vagy hát nem bugokat, de maga értetek, szóval százalékokkal játszogatni. Szóval ezt már lát már ideje csinálom, hogy te tökéletesen kiadjam, és ne legyen vele baj. Szóval mutatom is a ládát szerintem, ugye ezt tisztázzuk le, nyomjatok egy lájkot, iratkozzatok fel, nem amúgy. Szóval szombaton lesz akkor a következő megnyitás, úgymond, szóval akkor lesz úgymond kiadva ez a láda. Ez a láda ki lesz adva. Szóval nézzük is meg, ugye nem Harris 2 néven lesz, hanem simán Harris, és ennyi. Szóval 15 millió, 30 millió, 45 millió, eddig tiszta. 30 szint ugye, vagy 70, szóval igen. Hopper, ugye nagyon sok hopper, szóval lehet majd hoppert gyűjtögetni innen. 5-ször Dallas kulcs, és 5-ször Harris kulcs, szóval tudtok még Harris kulcsokat ebből nyitni egyből, szóval az elég jó. Fly jog ugye, egy VIP bánya jog, 64-szer emerald block ugye, diamonddal szintén, és akkor itt van 10-szer spawnerek, ugye itt van 4 féle spawner, a 4 legjobb igazából szerintem, és akkor force rang, lehet isten császár rangot, még Zeus és end lesz, ugye mint ahogy látjátok lehet 3000 bánya munka XP-t is, favágóból is, és vadászból is, ugye, ezek jók tudnak kijönni igazából. Tripla munkaerő, az benne van a nevében igazából, csak hogy 3 munkád lehet. Gyorsaság 2, sietség 3, ugye, erő 2, és ami új, az a tűzállóság 2. Szóval lett egy új dolog itt, és igazából az eszközök azok ugyanazok, viszont ha nem tudtátok volna, akkor itt lehet látni, de amúgy konkrétan full ugyanaz mindegyik. Csak, ja nem, a százalékok, tényleg a százalékokat nézzétek, feljebb lett emelve 0,1-jel mindegyik. Szóval igazából számításaim alapján, ahogy észrevettem, minden 1600 kulcsból tudtok egy endless nyitni, gondoltam ezt közlöm veletek, ez tud változni az év folyamán, szóval úgy értem, hogy lehet, hogy hát feljebb nem hinném, hogy fog már menni, maximum kicsit lejjebb, de jelenleg 1600 az átlag, hogy annyi ládából tudtok nyitni egy endless, szóval minden, mondjuk mit tudom, mindenki nyit egyet, akkor 1600. ember fogja megkapni az endless-t, ugye, viszont a force az dupla annyi, szóval az már 800, minden 800-ból tudsz nyitni, ugye, mint tudjuk, a Harris az eléggé drága egy láda, szóval jó sok szerencsét, ugye, mindenki akkor kezdje el építgetni a spamnereket, és hamarosan jön még egy újítás a spamnerekkel kapcsolatban, aminek örülni fogtok. Na, köszönöm, hogy itt voltatok, nyomjatok egy lájkot, hogyha szeretnétek még újításokról a videót, és majd bemutatom, lehet az új ládát, mert jön még új láda pluszba. Szóval, iratkozzatok fel, lájkoljátok a videót, csá.